Művészeti Egyetemen nemrégiben kerámia tervező diplomát szerző alkotó, Gyeviki Hajnal Csillag első önálló kiállításán két műfajban készített munkáit mutatja meg a nagyközönségnek a Somogyi Könyvtárban. A kiállításon látható válogatás egyfajta számvetés a szerzetről és a tanultról, egyúttal az elmúlt közel két évtized alkotó tevékenységében kirajzolódó, a jövőt alakító metszetekről. A felkérés a Somogyi Könyvtár részéről történt, amikor egy éve apukámnak volt itt fotókiállítása, úgy volt tervezve, hogy közös kiállítást csinálunk, és végül is ez elmaradt sok teendő miatt. Akkor jött az ötlet a könyvtár részéről, hogy én is kiállíthatnék itt egy önálló kiállítással, és ez a valamilyen szinten az én tudtomon kívül történt. És azért ugye kerámia, mert én most fejeztem be az alapképzéses tanulmányaimat, ezzel hivatásszerűen foglalkozottam, és a fotó pedig gyerekkorom óta az életem része, apukám révén. A kerámiát meg kell említeni, hogy anyukám révén, aki a Szegedi Tömörkény gimnáziumnak a kerámia tanára volt nagyon hosszú ideig. Az otthoni környezetben jelenlévő tárgyak révén kaptam meg egy olyan vizuális tudást, ami elegendő volt ahhoz, hogy én saját utamat kezdjem el építeni. Érdeklődése középpontjában a földi létezés törvényszerűségeinek megismerése áll. Legyen az a képlékeny föld, vagy éppen a képalkotó fény. Azt hiszem, hogy van egy közös látásmód, de erről nagyon nehéz így beszélni, mert nyilván ez egy vizuális dolog. Azért a kompozíciók kérdésében nagyon sokat segít az, hogy ezzel-azzal is foglalkozom. A fotózás mondjuk általában egy kevésbé megtervezett dolog, mert én ezt amatőr szinten vagy hobbi szinten folytatom, lehet mondani így, és általában a dolgok találnak meg engem, nem úgy, hogy én tudatosan eltervezek valamit, és akkor viszont már nagyon sokat segít az, hogy van egy ilyen rálátásom a dolgokra, hogy akár úgy fotózom, hogy ritkán kell utólag vágni a képet, és teljesen változatos témák. Sok a mű, egyébként a kerámia műhelynek megtalált véletlen témáiból készült kép. Az alkotó kísérletet tett a látszólag két különböző terület egyesítésére montázsok formájában. Érdekes játék volt, hiszen a fotó mint médium és a kerámiának a tárgyfotója mint médium egyesítéséből született digitális montázskép egy újabb érdekes egységet, kompozíciót adott. Gyeviki Hajnal kerámiái nagy változatosságot mutatnak. Az ókori keletet idéző zoomorf edényektől a fali tálakig. Az archaikus tárgyi kultúra az egy nagy ihlető forrás számomra, de ugyanúgy, főleg ugye a funkcionális tárgyak kapcsolatban pedig a jelenkori igényeket kell nagyon erősen figyelembe venni, és amikor valami modernitás párosul egy archaizmussal, az számomra mindig egy nagyon izgalmas határterület. A fali tálak esetében pedig, ami a kiállításon látható, erőteljes hatást a távol-keleti mázak, illetve égetési technológiák adták, mert ez egy olyan fatüzes technológiáról van szó, ami ugye itt nálunk is jelen volt mindig is, de ami az elektromos korszak előtti időszakban, de a távol-keletiek viszont a magas tűző technológiát alkalmazták nálunk. Ez a fazekas technológiára szorult, főleg azáltal, hogy ugye határon túl maradtak bizonyos bányáink a Trianon idejében, és ezért ez egy egzotikumnak tekinthető. Mostanában kezdik itt Magyarországon felfedezni a távol-keleti eljárásokat, amikor szándékosan a tűz és a lángnyomok, a hamu egy, mint alkotótárs képes a tárgyakon nyomot hagyni. A fatüzelésű technológiához való visszatérés Gyeviki Hajnal részéről tudatos alkotói útválasztás. Ám az archaikus technikák föltámasztása egyre nagyobb népszerűségnek is örvend. Azt hiszem, hogy mostanában ez kezd újra
egy népszerű dologgá válni, és én ebbe betekintést az egyetemen nyertem, hiszen mi is elkezdtünk foglalkozni ezzel, akár kurzus szinten, hogy ez volt a feladat. A kint látható munkák egyébként az egyetem évei alatt készültek. Nagy részük egyébként pont egy ilyen kurzus alatt, egy hónap, két hónap alatt. És igen, azt hiszem, hogy kezdünk egyre többen ezzel foglalkozni, ezt felismerni, hogy ebbe van nagyon sok lehetőség, és érdemes megmutatni az elektromos tárgyak mellett, vagy azokon túl. Több lehetőség áll tehát az alkotók előtt. Ám hogy milyen lehetőségei vannak egy fiatal kerámia művésznek ma Magyarországon, az már egy egészen más kérdés. Alapvetően én most két irányt látok a használati tárgyak, tehát a megrendelő valós igényekre való dolgozás, a másik az pedig egy egész más, a képzőművészeti vonal, amikor esetleg akár ilyen rezidens programokra lehet vele pályázni külföldön, alkotni, és egészen más, tehát hogy nem funkcionális tárgyakat létrehozni, hanem egy önkifejező eszközként használni kerámiát. A tömeggyártás korában nehéz egy időigényesebb, drágább technológiával fölvenni a versenyt a használati tárgyak piacán. Ennek ellenére igenis van igény egyedi funkcionális tárgyakra. Nagyon jó hír számunkra, hogy ezt meg lehet találni már manapság. Ugye egyre több műanyag termék is vesz körül minket, meg egyre több olcsó kerámia, amit gyakran felfedezünk mások otthonaiban, és van egy igény arra, hogy ezzel szemben legyen egy olyan, ami csak ránk jellemző, akár a szeretteink vagy ismerőseinknek a lenyomatai, kéznyomai, az alkotó egyénisége legyen benne a tárgyban, vagy ami a saját ízlésünket is nyilván tükrözi. Gyeviki Hajnal nem csak az alkotás útjait tervezi, de tanulmányait is tovább kívánja folytatni. Újabb szakmai és művészi tapasztalatokat kíván gyűjteni. Most egy évet szünetelek, és az alatt megpályázom egy külföldi ösztöndíjat, még ez folyamatban van, de majd utána szeretném folytatni a tanulmányaimat.